Köszöntjük Önöket! Mai adásunkban a pesti vigadófal festményei kapcsán beszélünk a magyar történeti festészet két kiemelkedő alakjáról. 1863-ban, ahogy az épület többi díszítő eleméhez, a freskók festéséhez is pályázatot írt ki a bizottság. A megbízást az akkor még igen fiatal Támmór és Locz Károly nyerték el. Lássuk, milyen alkotásokat valósítottak meg itt a Vigadó impozáns díszlépcsőházában. Ehhez kapcsolódóan azt olvastam, hogy az európai mintára tervezett középületek egyben voltak funkcionálisak és monumentálisak is. Feszül ebben a szellemben tervezte újra a Vigadót. Az építészeti mestermunkán kívül a külső és belső díszítésre is nagy hangsúlyt fektetett. Egyik terve az volt, hogy a díszlépcsőház falfestményei aranymozaikokkal legyenek kirakva. Igen ám, de a szűk költségkeret miatt ez nem valósulhatott meg, ezért Támmór ötletes megoldása alapján mozaik mintájú falfestéssel érte el közel ugyanazt a lenyűgöző hatást. A díszlépcsőház hat fülkéjében lévő allegorikus nőalakok és a fölöttük lévő puttók körül is a mai napig ez a minta látható. Ugyanez a megoldás köszön vissza a mennyezeti kazetták háttereként is. Térjünk vissza a nőalakokhoz, amelyek egy-egy művészeti ágat jelenítenek meg, amik a főkép figuráinak típusait ismétlik, mely szintén Tán alkotása. A főkép Árgyélus királyfi és Tündér Ilona találkozását jeleníti meg, mely tulajdonképpen a regge összegzésének tekinthető. A teljes történetet pedig Locz Károly meséli el a mennyezeti kazetták freskóin. Árgyélus királynak volt egy aranyalmákat termő fája, így ő vált az egyik leggazdagabb királyjá. Ám egyik reggel nem találta rajta az aranyalmákat. Kihirdette tehát, hogy aki elfogja az almatolvajt, fele vagyonát neki adja. Mindenki, aki vállalkozott a feladatra, éjféltájban mély álomba zuhant, miközben Tündér Ilona társaival leszette az almákat. Amikor a király legkisebb fia vigyázott a fára, csoda történt. Rá nem fogott a varázs, és nem tudott elaludni. Íjat szegezett Tündér Ilonára, ám a nyilat sosem lőtte ki, mert első látásra szerelembe estek egymással. Az aranyalmák pedig megmaradtak a fán. Ezután minden este Árgyélus királyfi vigyázott a fára, és várta Tündér Ilonát, aki mindig el is jött hozzá. Ám boldogságuk nem tarthatott sokáig, mert volt a palotában egy vén banya, aki kifigyelte őket. Egyik este, mikor a királyfi és Tündér Ilona boldogságban elaludtak a fa alatt, a vén banya odalopózott és levágott egy tincset Ilona aranyhajából. Mikor Tündér Ilona ezt felfedezte, hattyú vontatta fogatán, azonnal visszatért Tündérországba, örökre elköszönve szerelmesétől. Árgyélus király legkisebb fia nem tudott belenyugodni Ilona elvesztésébe, és elhatározta, a keresésére indul. Útja során óriásokat kijátszva jutott el Tündérországba. Ám a gonosz banyának volt egy varázssípja, amit megfújt, és a királyfi azonnal mély álomba zuhant. A tündérek megsegítették őket, és felébresztették. Támmór főképe felett már a szerelmesek egymásra találását és a lakodalmukat láthatjuk. Az ifjú mestereknél az alakok és a kifejezésmód még a romantikus stílus jegyeit mutatja, és nagyban érezhető bécsi mesterük Rál Károly hatása. Első közös munkájuk elsőprő sikert aratott, melynek következtében további 20 esztendőn keresztül dolgozhattak együtt hasonló nagyszabású megbízásokon. Mai adásunk vízkérdése pedig így hangzik. Melyik európai városban tanulta Támmór és Locz Károly a festőmesterséget? A. Bécsben, B. Párizsban, C. Berlinben. Kérjük, küldjék el a helyes megfejtés betűjelét a közönségszolgálat@vigado.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között éves kiállításbérletet sorsolunk ki. Újabb érdekességekkel várjuk Önöket következő adásunkban is. Viszontlátásra!